Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön, hogyan játszunk Chromával. Nagyon kellett már ez a videó, hiszen a nagy update óta sok minden megváltozott, és legfőképpen a Chroma megszerzésének módja változott meg. Nem sokban, csak pontosan egy lényeges momentumban. Úgyhogy még mielőtt rátérnék a játékra, a modolásra és a többire, jöjjön, hogyan szerezhetjük meg a Chromának a küldetését, és hozzá kell tegyem, én javaslom a Chromát, egy jó Warframe a Chroma, az egyik legerősebb, azt meg kell hagyni, ami bírja mindennel, élettel, armorral, anyám kinyával, hosszú ideig. Úgyhogy érdemes megszerezni a Chromát. A küldetése maga egy kicsit macera, de megéri megszerezni. Hogyan szerezzük meg elsősorban a küldetést? Eljövünk a Jupiterhez, el kell jutni a Jupiterhez, és az Europa Junctionnél, amit látjátok, ott lesz a The New Strange című quest. Ez a The New Strange Europa Junctionnél adja a Chromának a küldetését. Ha ezzel megvagy, akkor eljössz szépen ide a Codexhez, és a Codexnél megkeresed a The New Strange című küldetést, és elindított, csak ugye nekem már nagyon régóta kész van. Addig nem tudod megcsinálni ezt a küldetést, amíg meg nem csinálod a Once Awake és a... tehát addig nem a Stolen Dreams-t, és amíg a Once Awake Stolen Dreams kombót nem csinálod meg, ezt a két küldetést, addig nem tudod elkezdeni a New Strange-et. Miután aktiváltad a New Strange-et, fogod magad, és lemész bármelyik relay-be, mivel a Chroma Mastery Rank 5-től lehet amúgy farmolni a Chromát, ha jól emlékszem, Mastery Rank 5-nek kell lennie az emberkének, de utána lementek bármelyik relay-hez, tehát itt a Larundához például, és akkor megmutatom, mert lehet, hogy sokan nem fogjátok tudni, hogyan kell eljutni az a taghoz, de akkor megmutatom lassan. Le kell menni Cephalon Simarishoz, a nagy sárga szem a riléjeken. Ugye a riléjek azok, ahol maguk a trader szokott lenni. Fogom és... oda elmegyél. Tehát itt vagytok a nagy teremnél, ezt tudjátok, minden őrült ember itt áll és dicsekszik azzal, amilyen van. Főleg a Merkur, ez a Merkuron divat, mert oda a nagyrangúak bemennek, hogy a kisrangúak is lássák. És akkor itt lejöttök, jobbra vagy balra, mindegy. Itt van egy ilyen lift, amivel föl lehet menni, jelen esetben fölugrani sokkal egyszerű. És itt lesz a nagy szem, rögtön szembe a lifttel. Ide jössz, nyomsz egy X-et, és ott lesz, hogy itt a New Strange Quest, és akkor végig tőle lehet fölvenni a questet. Ennyi. Hogyha előre fel akarsz készülni, tehát ha előre fel akarsz készülni a Chroma questre, hogy könnyebb legyen, mert igazából csak követned kell a Cephalosimulusnak az utasításait, és többi valószínű vadásznod kell szintézis targetekre. Illetve biztos, hogy vadásznod kell szintézis targetekről, meg lesz adva a bolygó, hova kell menni, kit kell levadász, és a többi. Tök egyszerű lesz. Ezeket érdemes szólóban csinálni, egy erős Warframe-mel, vagy egy láthatatlan Warframe-mel, vagy olyas valakivel, aki a társad ebben, és veszetek teljesen, hogy ne az legyen, hogy publikon játszol, és lelövik előled a szintézis targetet, mert az katasztrofális. De ha egy kicsit előre fel akarsz készülni a Chromához, akkor fölmész a wikire, és ügyesen elolvasod, hogy mi kell hozzá. Chromához kell egy emberhelmet, Sarin System, Volt helmet és Frost Chases. Ezek kellenek a Chromához. Ezeket szerezd meg, még mielőtt talán elkezded a Chroma küldetést, és szerezzél belőlük kettőt, tegyél félre, ugye. A Sarin lesz ebből a legmacerásabb megszerezni, mivel hogy el kell menni, és... le kell győzni a Sarin bosszát, és a Sarin bosszához manapság elég macera bejutni, arénát kell játszani, arénánál pontokat kell gyűjtni, és akkor mehetsz a Sarinra. És a szerencséd van, kidobja a késziszt. A lényeg az, hogy kell egy Sarin késziszt, kell a
a Volt Helmet, Ember Helmet és egy Frost Cases, ezeket szerez meg, és akkor fel vagy készül a Chroma Questre, nincsen nagy para, nincsen nagy gond, elmész, követed a Simarisnak az utasításait, és megszerzed azt, ami kell hozzá. Semmi nagyon extra. A végén, a Chroma Questnek a végén van egy defense játék, annak a defense játékra érdemes vinni Frostot, ha még kezdőcske vagy, alacsony master szinten vagy, meglephetnek az ellenfelek a játék vége felé. Azt érdemes publikra állítani, vagy elhívni a haverodat, csak hogy ne legyen meglepetés, amúgy szólóban lehozható az egész. Nos, képességére, illetve modolására rátérve, nagyon egyszerű a tészta meg a téma. Egyes képesség tüzet lehel a szájából, vagy éppen jeget, vagy éppen áramot, vagy éppen gáz lehel szájából, mikor mire állítod. A kettes képesség az már igen-igen érdekes, és nagyobban megnöveli a Chroma túlélési esélyét. Gyakorlatilag egy armort ad, és sebzi az ellenfeleket, akik benne vannak ebbe a térbe, ahol a kettes képesség bekapcsolódik, tehát ez egy 12 méteres tér alapjáraton, és státuszt ad, damage-et ad, mindent ad, nem túl sokat, de is sebzi az ellenfeleket, ami nem egy rossz dolog, tehát így elmegy, de nem azért szeretjük, hanem azért, mert armort ad konkrétan. A Vex Armor a harmadik képessége, 507%, amit látjátok nálam, az én esetemben ennél a buildnél, megnövekszik az armon, szóval kurva erős lesz a Chroma ettől, ad egy damage multiplier-t és időt. Az ultia az tök látványos és tök jó és tök móka, nagyon jó crowd control, sebez mint az állat, kurva jól farmolja a pénzt, és úgy általánosan így jól lehet vele mókázni, és csapaton belül nagyon erős. Jártam egy defense-en 4 Chroma elképesztő vévekig bírja és tud menni, hogyha megfelelően vannak buildelve. És nagyon jó pénzfarmoló, nagyon jó pénzfarmoló. Olyan jó farmolja a pénzt, mint a Necrox gyakorlatilag. Na, rátérve a buildelésre, és ezen nem tökölök ki, hogy milyen számadatok, mit tud, mit nem tud, mit hogyan, tök fölösleges, úgysem erre fogtok koncentrálni nagyon, hanem rátérek inkább a Chromának a velejére, hogy hogyan lesz erős a Chroma, és mi az, amitől szeretik sokan, és a rondasága ellenére meg, hogy milyen nehéz színezni, annak ellenére miért szeretik olyan sokan, és mitől olyan Chroma milyen. Egy kicsit rátérve az appearance-re, ami attól függ, hogy gázt, áramot, tüzet, vagy jeget lehel, vagy képessége lesz, hogy milyen szint állítasz be energiának, mindegyik mást fog eredményezni. A jég sebzés, tehát a jég sárkány, a jég Chroma, az extra armort ad, a tűz extra életet ad, az áram az extra shieldet ad, és a gáz pedig gyorsabb töltést, fegyvertöltést és váltást eredményez. Ki mit szeret, saját preferenciája, én az extra armoros Chromát szeretem, azt találtam az egyik leghasznosabbnak, és akköré bildeltem magát a Chromát is. Chroma modolására rátérve háromfajta modolást fogok megmutatni, egy haladót, egy ultisat és egy kezdőt, plusz egy kardot, mert nagyon fontos az az egy mod, ami a kardba kell, ahhoz, hogy a Chroma életben maradjon, ahhoz, hogy az első enemy, aki megfekteti a Chromát, az olyan 300 környékén legyen, az nagyjából a Chromának így a limit határa, ez már ugye persze függ attól, hogy ki milyen ügyesen játszik vele, és nem felejted el bekapcsolni a képességeit, ami név szerint a 2-es és a 3-as. Megszerezted a Chromát, beleraktál 5 formát, és most jelzem előre, hogy még ettől is erősebbre lehet csinálni a Chromát. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy nekem van Arcane sziandanám is, tehát én ebben a sziandanába beleraktam még Arcane Guardiant plusz 60% armor érdekében, tehát hogy még több armorja legyen, amúgy sincs neki kevés alapból, amúgy is beleraktam egy Steel Fibert, hogy legyen neki armorja, tehát alapból így van 735-ös armorja, plusz még megfejelve a kettes képesség által nyújtott armorra,
és a 3-as képesség nyújtott armor százalék boostra. Na most, a haladó build-et szeretném kezdeni, amint látjátok, kinek mi az ízlése, úgy mondoljátok, a kromát nálam ez vált be. Ezzel jutottam el nagyon-nagyon magas szintekig, és jól éreztem magam a játék közben. A vigort emelném itt ki, van, aki redirection-t használ, vagy nem redirection-t használ, én azért csak vigort használom, mert amikor lelövik azt a bizonyos shieldet, a vigor által nyújtott extra shielddel együtt a 3-as képesség maximálisan ki tud használódni. Nincs szükség arra, hogy a redirection által elfoglalt pontokat gyakorlatilag, mert az az extra, tehát semmi extrát nem ad a redirection az extra shieldjével, mint a vigor. Szóval kinek mi, hogy lesz a buildje, ezt majd meglehetett. Én azt mondom, hogy Vigor Vitality Steel Fiber kombinációja az, ami túlélésre segíti a kromát, illetve nem túlélésre arra is segíti, illetve arra azt segíti, hogy a 3-as képesség jobban, illetve maximálisan ki tudjon teljesíteni. Ezen felül időt kell adni neki, én legalábbis úgy gondolom, ez egy olyan build, ami 2-es és 3-as képességre alapoz, hogy extra armort kapjál, extra armort, és ezen felül én a jég kromát használom, tehát a képességek, amiket elkapcsolok, azok még extra armort adok, tehát 1000 plusz armorod lesz, amire a 2-es, 3-as képességedet plusz egy kis sebzésben nyelsz, bekapcsol az Arcane Guardian, elképesztő sok armort szed össze, ami ugye azt eredményező, hogy csak kevésbé tudnak lövi az életedet. Rage nevű mod, hogy mindig legyen energiát bekapcsolni azokat a képességeket, illetve, hogyha lefogy az életed, akkor a kardodban lévő Life Strike, kihangsúlyozom, kell a Life Strike a kromának ahhoz, hogy túléljen magas szinteket, ha nem, akkor annyira nem lesz túlélő, mint amire számítanánk, bírni fog egy-két lövést, de szüksége van az életre. Abban az esetben életboostot, ha nincs life strike-od, akkor a kardodba, tehát minden ilyen kardot viszel, ha nincs life strike-od, akkor nem armor kromát, tehát nem jégkromát viszel, hanem tűzkromát, tehát átállítod a színeket, pirosra, vagy valamire, aminek tűzszíne van, sárgára, anyám kínja. A lényeg az, ha nincs lifestrike-od, akkor tűzkroma. Ha van lifestrike-od, akkor én úgy gondolom, hogy a jégkroma sokkal jobb. Nos, rátérve erre, ugye, ez megvolt, nagyon szép, nagyon ügyes. Jöjjön egy ulti build, amit csináltam. Ez arra való, hogy elmenjél a haverokkal, négyen, négy kromával, lezúzzátok az anyám kínját, és farmoljatok egy csomó pénzt, és bírjad energiával. Sokáig, tehát ne kelljen egy szopós tréti, hanem kromával zúzzál és menjél, és legyen gondod az ultira. Ez lenne ez. Idő és effektivitás kombója erővel megspékelve, tehát ezekre kell ügyelni. Miért mondom ezt? Mert abilities és az energy per second csak 2,5 fenntartható egy flow-val, vagy egy primet flow-val bőviven, mivel hogy van némi időd is, hogyha pánik helyzet áll fenn, akkor be tud kapcsolni a 2-est és a 3-ast, és ezzel megboostolva magadat és a csapattársaidat környéken vannak. Ez egy defense pénz farmolós build, a kromára tökéletesen működik, megfelel, goodbye. Kezdő build, megszerezted a kromát, és fingot sincs, hogy mit csinálj vele, és mindenki azt mondja neked, hogy a kroma az de kurva erős, csak te nem látod, hogy miért, mi van erős a kromába, és mert azt veszed észre, hogy kezdőként csak esik, és nem tudod, hogy mitől esik folyamatosan az a kroma, úgyhogy szeretnéd, nem tudsz vele mit csinálni, hogy kezdőként sokat esünk a kromával, de megvan neki a trükkje, hogy hogyan legyünk túlélőbbek a kromával, még úgy is, hogyha ugye nincs Life Strike a kardunkban, ha van, az már jobb, ha nincs, az sem pánik című történet. Na most, ezt a bildet javaslom kezdőknek a forma nélküli kromában. Mínusz idő, max effektivitás, hogy spammelni tudjuk a 2-es-3-as spammelni, ez fontos spammelni, mert nem az elején kezd spammelni, majd ott a vége fel, amikor már erősebb ellenfelek jönnek azok a 60-70-es ellenfelek, és azok már nagyobbat semeznek, és ott szükséged lesz arra, hogy a 2-es-3-ast tud spammelni. Ezt megspékelve még egy kis erővel,
ugyebár, bár attól függ, hogy jön ki neked a build, mert én már beleraktam 5 formát, már régóta megvan a kroma nagyon, és megsvékelve egy kis erővel, ha pánik helyzet van, akkor az ultid ki tudjon segíteni. Lerakod az ultit, kiváló crowd control, lesz időd elmenekülni, fölépíteni az életedet, és a többi, és a többi. Én ilyen esetben, mint mondtam, a jég, bocsánat, a tűz kromát javítom kezdőknek forma nélkül kromába, amíg el tudsz érni addig, hogy meg tudsz csinálni egy ehhez hasonló buildet, vagy ettől erősebbet, ha szükségét érzed, még erősebbre billeli a kromát. Nos, kard, említettem lesz kard, hát nem a galantin, mert nekem a galantinban nincs benne a Lightstrike, itt van, tehát a Prisma Dual Cleaver az egyik kedvenc a kroma esetében, mert iszonyatosan gyorsak, itt egy build, tök mindegy mire buildeled, arra buildeled, amire neked jól esik, Lifestrike legyen benne, Lifestrike, fontos. Fontos, hogy benne legyen a Lifestrike, az a lényeg. Tehát ez itt egy kis virális sebzés például, hogyha Voidról van szó, vagy akármiről van mész, tök mindegy. A lényeg, hogy benne kell lennie annak a bizonyos Lifestrike-nak. Nos, valóban ennyi lett volna, én nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!